Megszüntették a lakástakarékok 30%-os állami támogatását, a javaslatról két hete döntött a parlament. Az ltp által kezelt közel 1 millió szerződéshez kapcsolódó megtakarítások értéke már a 800 milliárd forintot is meghaladta. 125 igen és 49 nem szavazattal elfogadta a parlament a Fideszes Bánkierik által benyújtott törvénymódosító javaslatot. Ennek értelmében eltörölték a lakástakarékok 30%-os állami támogatását. A lakástakarék konstrukció állami támogatása már 20 éve működött Magyarországon. Ez egy olyan megtakarítási forma, amelyel a lakással kapcsolatos célokat tudják finanszírozni az ügyfelek, így lakás- és telekvásárlás vagy lakásfelújításra költhető. A megtakarított összeg 30%-ával az állami támogatta a szerződéskötőket. Ennek maximális mértéke évi 72 ezer forint. Ez adó és járulékmentes volt. Ezt a támogatást legfeljebb 10 évre biztosította az állam, így összesen 720 ezer forintot kaphatott egy ügyfél. Most felmenő rendszerben ezt az állami támogatást szüntette meg a parlament. Köszöntöm a stúdióban Magyarország piacvezető pénzügyi tanácsadó cégének két tagját, Dankó Dávid területi vezető és Fülöp Gyula közgazdász. Jó estét kívánok! Jó estét, kívánok. Jó estét, kívánok. Mit jelent a lakástakarékpénztárak állami támogatásának megszüntetése azoknak, akik rendelkeznek még jelenleg érvényes szerződéssel, illetve azoknak, akik ezután szeretnének valamilyen megtakarításba fogni? Hál' Istennek azoknak, akiknek már van ugye meglévő lakástakarékpénztára, azoknak ugyanúgy jár a 30% állami támogatás, ugye a megtakarítási időszak végéig, azonban most már nincs lehetőség arra, hogy hosszabbítsanak, ugye ez azt jelenti, hogy növelem a havi befizetési összeget akár 20 ezer forintra, vagy pedig kitolom a futamidőt 10 évre, tehát ezt már nem lehet, hogy az október 15 i hét első napjaiban még volt rá lehetőség, meg is rohamozták ugye a lakástakarékpénztárakat az emberek, viszont ennek az ideje most már lejárt. Garantált az, hogy akinek most még érvényes szerződése van, az valóban a futam idő végéig fogja kapni ezt az állami igen, nemogattál? ez most még garantált. Mennyire érzékelték az önök cégénél ezt a bizonyos rohamot, Amiről azért lehetett a híradásokban. Itt nem el... az volt a kérdés, hogy most ki az, akinek takarék szerződést kell kötni, hanem folyamatosan próbáltuk az ügyfél igényeket kielégíteni. Éjszakáig dolgoztunk, aztán reggel-hajnalban kezdtük. Itt inkább az volt a fő kérdés, hogy ki az, akinek még ezt időben be tudjuk adni, meg tudjuk csinálni a módosítást, ugyanis itt nem csak új szerződéskötésekről volt szó, hanem ugye a meglévő szerződéseket módosítottuk, ugye növeltük a szerződéses összegeket, amit már az előbb, előbb is említett ugye vagy a, a, havi befizetés növelték, vagy pedig a futamidőt húzták ki, vagy mind a kettőt. Szóval folyamatos munka volt ilyen. Az alatt a nagyon rövid idő alatt, hiszen mindez szinte 36 óra alatt lepörgött. Mennyi új szerződés köttetett? Itt én azt tudom mondani, hogy ha egy tanácsadóra levetítem, akkor körülbelül 30-40 darab szerződést lehetett megcsinálni. Ki milyen gyorsan tudott reagálni? Volt egyébként olyan kolléga, aki éppen vagy nyaralásban volt, vagy szünete volt, és nem tudott hirtelen, viszont akik beleálltak a munkába, ott rengeteg szerződés született. Mennyire volt jelentős az LTP-nek ez a formája a lakásvásárlás, illetve a lakásfelújítás, illetve az ingatlan piacon? Ami uh, tapasztalható tendencia volt, és ugye ez Magyarországon is jól látszott, hogy folyamatosan növekedtek az ingatlanárok, és most jelen pillanatban is ugye növekszenek, és uh, inkább az emberek önerő gyűjtésre használták ezeket a számlákat. Tehát, hogyha azt nézem, hogy egy 20 milliós ingatlan szeretett volna akár egy család vagy egy pár megvásárolni, az ugye minimum 20% önerő kell, az 4 millió forint. Körülbelül ezt a 4 millió forintot két havi 20 ezer forintos lakástakarék pénztárral 6 év után ugye össze tudták gyűjteni, és ezután vettek fel inkább Hitelt, vagy ugye a lakástakarékhoz járó e, konstrukcióba vették fel a hitelt. Ami másik még nagyon fontos dolog volt, ugye a hiteleknek ugye a végtörlesztése, az, hogy hamarabb le tudjam hogy a futamidő lejárta előtt, vagy hogy előtörlesztek, hogy ugye a fennálló tőke tartozásom csökkenje. Tehát inkább ugye használták végtörlesztésre, vagy előtörlesztésre. Mi a jövője most a lakástakarék pénztáraknak, hiszen nem szűnt meg gyakorlatilag a lakástakarék pénztár lehetősége, de ebben az új formában vajon milyen jövője lehet? Hát ugye egy pénzintézet vagy egy szolgáltató az, aki most jelen pillanatban is már úgymond érvényes termékkel rendelkezik, az MNB elfogadta ugye a tervezetét az egyik ilyen szolgáltatónak. Ők egy picit a konstrukcióról, ugye ők azt próbálják biztosítani majd, hogy ugye a 30%-ot egy fix 5% kamat bónuszal fogják kompenzálni, és ugye a futamidő, a minimum futamidő változott 4 évről hat évre, ugye a tíz év az természetesen megmaradt, és ugye a futamidő végén pedig már egy kedvezőbb 2,9%-os fix kamatozású hitelt lehet felvenni. Ami viszont egy picit árnyalja a képet, az az, hogy ezeknél a szerződéseknél is lesz ugye szerződés kötési díj, ugye ami 1% a szerződéses összegnek. Kérdés az, hogy ugye ez mennyi lesz partiba ugye a, a, az 5% kamattal, valamint az is nagyon fontos, hogy a 2,9%-os hitelkamat az nem THM. Tehát ott még azért különböző költségeket fognak rátenni, de még így is egy versenyképes konstrukció lesz. De azt gondolom, hogy szét kell nézni az embereknek, hogy milyen alternatívák vannak még a piacon. A kormány ugye a csokkot szeretné bővíteni ebből az összegből, amit elvon az LTP-kből. Mi az, amire a közeljövőben számítani lehet? Igen, a csokra próbálják átcsoportosítani az így felszabaduló pénzeket. Igazániból a csoknál egy olyan változás lépett életbe, hogy eddig ugye a kettő gyermekesek nem vehették igénybe ezt a 3%-os fix kamatozású hitelt, azonban mostantól most már ők is jogosultak 10 millió forint erejéig. Ez annyit jelent, hogy fixen a futamidő végéig 3%-on garantáltan tudják ezt a hitelt visszafizetni, illetve a három gyerekeseknek megemelték ezt a keretösszeget 15 millió forintra. Azt gondolom, hogy ez egy nagy segítség. Reméljük, hogy változik majd a visszanemtérítendő támogatási rész is, mert ez csak egy első lépcsős változtatás volt úgy tűnik, hogy lesznek még újabb változások. Milyen típusú ingatlanra használhatják fel a csokkot a gyerekes családok? Mm. Használt és új, vagy felújításra, vagy bővítése, vagy van-e valamilyen limit mm -hmm. alapterületben, vagy Nyilván a sokkal kapcsolatosan nagyon fontos azt tudni, hogy az ö, elsődlegesen az új építési ingatlanokat próbálják ö, támogatni, viszont nyilván a használt lakásoknál is van egy bizonyos keretösszeg, ami itt rendelkezésre áll. Az új építési ingatlanoknál azoknak jár a 10 millió forintos támogatás, akiknek három gyerekük van, és vagy új ingatlant vásárolnak, lakás, családi házat, illetve építenek újat. Nyilván, hogyha valaki ö, használt ingatlant ö, vásárol, akkor ott kevesebb lesz ez a szám. Van-e valamilyen feltétele annak, hogy ehhez hozzájusson a család? Régebben volt életkor határ, volt alapterület határ, most mi a helyzet? Igen. Itt azért azokat kell figyelembe venni, hogy a kapcsolatosan, most már nagyon egyszerűek ezek a papírmunkás folyamatok, mert próbálják egyszerűsíteni a folyamatot, ugye korábban elég nehézkesen ment, több hónapon keresztül történt a, a bírálat. A bírálat. Uh -huh. Igazániból itt most már egy 30 napra be van korlátozva, ezen az időtávon belül el kell fogadni a bankoknak ugye a hitelkérelmeket. Magyarországi társadalom biztosítással kell rendelkezni, illetve a lakóingatlan azért nem a legmagas, másabb négyzetmétereket nézik, nem azokat veszik figyelembe. Tehát azért egy luxus ingatlant nem fognak támogatni. Általában milyen összegű saját erőre van szükség, vagy a csok az beleszámít -e a mm. saját erőbe? Hogyan tud egy, egy fiatal ö, család lakáshoz, vagy, vagy építési telekhez jutni? Igen. Most már ugye szintén az egyszerűsítés véget elfogadják a csokot, mm. mint önerőt, itt általában egy ingatlant, hogyha megnézzünk, akkor azt mondják a pénzintézetek, hogy egy 20-30 százalék közötti erőre szüksége van annak, aki szeretne hitelt tőlük felvenni. A telekvásárlással kapcsolatosan itt is figyelembe kell venni, hogy hasonlóan ezzel az a legjobb, ha rendelkezik már általában valaki, mert azért ott nehezebb lehet a folyamat, hogyha még ezt is hitelből kell megoldani, viszont erre is adhat egy jó megoldást a csok. Mi a helyzet az idősebb korosztályal, akik már nem gondolkozhatnak gyermekvállalásban, vagy a gyerekeik már kirepültek, de rendelkeznek ingatlannal, amit szeretnének majd felújítani. A nyugdíjból nem biztos, hogy ez olyan egyszerűen megy. Nekik egy kiváló lehetőség volt a, az LTP. Most igen. ők mire számíthatnak. Nagyon fontos meghatározni itt is az időtávot. Ugye már korábban is beszéltünk arról, hogy nagyon fontos az időben elkezdett öngondoskodás, illetve a célokhoz mérten milyen időtávról beszélünk. Tehát, hogyha valakinek van egy lakásfelújítási terve, akkor minél előbb kezdje el erre is a spórolást. Igazániból vannak olyan termékek, amelyek még biztosítják a havi rendszeres megtakarítási lehetőséget, akár életbiztosítások, akár betéti számlák. Viszont rendelkezésre áll továbbra is az otthon melege program, amelyet ugyan hogy idősebb korok is kihasználhatnak, itt azért egy 50%-os támogatást még biztosít az állam számunkra, illetve az MFB pontok ugye a Magyar Fejlesztési Bank által egy 0%-os hitelkonstrukciót biztosítanak. Egyetlen egy fontos eleme van ennek, hogy 75 éves korban egy hitelnek le kell járnia. Tehát azért, ha már ténylegesen elközelébe vagyunk, akkor próbáljunk úgy tervezni, hogy minél gyorsabban, minél hamarabb elkezdeni. Dankó Dávid, Fülök Gyula. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltak ma este. Köszönjük.